Maszkabában Sümegi Eszter. A Kossuth-díjas énekesnő áriaestje nyitotta meg az opera új, az intézmény Facebook oldalán akár élőben is megtekinthető sorozatát. Giuseppe Verdi az Állarcos bál című operája mellett például Alfredo Catalani La Valli, Richard Wagner Tannhäuser, vagy Giacomo Puccini Tosca című operájából is előadott részletet online közönségének, miközben fizikailag az Eiffel műhelyház Bánfi termében énekelt, kedvenc áriáit, ahogy mondja, újra színezve. Előadásban március 1-én énekeltem utoljára Aidát. Nagyon szerettem ezt a repertoárt énekelni. Mindegyiket már elég sokat énekeltem a színpadon, és mindegyiket nagyon szeretem. Minden egyes felújításnál az ember egy új szint tesz bele, újra gondol részleteket, én legalábbis. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Senkit ne tévesszen meg ez a mostani helyzet, amit az imént hallottak, az egy nem létező közönség tapsa. Ugye annak... Az opera főigazgatója Ókovács Szilveszter jelentette be, hogy az intézményen belüli járványügyi intézkedések fellazulásáig az opera szerdákon és a pénteki kamarakoncerteken kívül minden szombaton és vasárnap ehhez hasonló maszkabál névre keresztelt áriaest lesz. Nem titkoltan a kultúra közvetítése és a maszkviselős időszak hangulatának javítása a cél. Az est Kossuth-díjas nagyasszonya együttérzően szólt beteg kollégáihoz. Amikor megtudtam, hogy a házban a kollégák között is néhányan betegek, és összeszorult a szívem, és innen kívánok mindenkinek jobbulást, és fogok imádkozni érettük. A rendezvény sorozat különlegessége, hogy a főszereplőhöz minden alkalommal csatlakozik két további énekes is. Ezen az estén először a szintén az Állarcos bálból énekelő László Boldizsárról, majd Verdi Rigolettójából a mantovai herceg áriáját nagy színpadon először énekelő zeneakadémista Bartos Barnáról hult le a maszk. Nagyon fontos, hogy szinten tudjuk tartani, nem csak a hangunkat, a pszichikánkat, azt az érzést, hogy kell a művészetünk. Meg kell próbálni az operát interneten is, és mindenféle felületen eljuttatni a nézőköz, főleg ebbe az időbe. A zongora kísérő Szennai Kálmán előadás közben nem foglalkozott a nézőtéri közönség hiányával. A karmesternek a közönség az nem olyan, mint az énekeseknek. Muzsikáltunk, figyeltünk egymásra, örültünk annak, hogy zenélhetünk. Puccini Pillangó kisasszonyának nagy áriája. És Verdi az Állarcos báljának duettje zárta az első maszkabált. Ez az opera Facebook oldalán bármikor vissza is nézhető, de az online áriaestekről rendre beszámolunk majd itt az Opera Caféban is.